Na, szóval ez az új Tigris. Első délután 20 km-es próbaút során rögtön hátsó defekt. Nem a legjobb bemutatkozás, Géza. Tárcsafékes és hidraulikus tárcsafékes, olyat még soha nem szereltem, fogalmam sincs, hogy hogyan kell, mind kell csinálni, mire kell figyelni. Hát arról nem is beszélve, hogy az ilyen vacsiói külsők, azok piszok nehezen szoktak lejönni, meg visszakerülni. Ez a 38-as kerék, a hozzátartozó belső presztás, méghozzá nem csak akárhogy presztás, hanem olyan kicsi a luk a felnin, sima belső, ami autószeleppel van ellátva, egyszerűen nem lehet áttolni rajta. Itton természetesen nincs presztás vastag gumi, Decathlonban nem, ez nincs, tehát valahol most el kell rohannom és szereznem, méghozzá nagyon gyorsan, mert ugye a hosszú hétvégén szeretnék bringázgatni. Na, szerencsére a Decathlonban lehetett kapni presztás Monti gumit, fasza, így délután kettő és már készen is vagyok. Szuper. Na és akkor nézzük ezt a szenzációs Ching Cheng gumit. Ching Cheng, hát Cheng Xin hivatalosan. Első használat után varrás mellett elrepett. Nagyon komoly lehet. Na, tehát itt van, az új fiú a blogban, az új kerékpár csapatban, és most kipróbálom. A felszerelés az ideiglenes, tehát gyakorlatilag más kerékpárokról szedtem le, illetve dobozokból túrtam ki, nyilván az is majd egyszer megjön. Nem is megyek vele messzire, gyakorlatilag csak itt a városban, a ligetekben, illetve a város környéki kis erdőkbe fogok mászkálni. Szóval tekintve, hogy a GoPro-elmek megint kifagytak, kb. Fél percet tudnak felvenni. Így a mai nagy kamerázgatásból ez lett, kézi kamera. Szóval ez itt a kőbányai csónakázó horgásztó, ami egész döbbenetesedett kőbányán, lakótelep, tűnik az Újhegyi lakótelepen, gyárak, logisztikai telepek között, horgásztó. És horgásznak is. Used to be your future, now you see me as your end. When you're hiding, we're colliding, better be and stop pretend. I was silent, you were blind, better leave those fears behind. If you're still bleeding, see me as a friend. You won't believe me. And now we'll understand. Now and then. Now and then. I know you're gone, ignored and gone. I'm around. If you see light, find me. A keresztúri erdőben vagyunk.
Nemrég jöttem el egy kiépített tankcsapda mellett, nem akadtam fent rajta. Ez pedig egy lövészárok, megőrizve, felújítva. Nem azért, mint hogyha a közeljövőben szükség lenne rá, hanem emlékezünk. Ez a, hiszem, Árpád vonalnak volt a kettes zónája, magyarul az oroszok ellen épült, és hát majdnem pár napig fönn is tartotta az orosz rohamot Pest előtt, de hát aztán végül nyilván áttörték. Szépen ki van építve az egész körbe, arra bent a fák között van egy bunker, az még első világháborús bunker, de meghagyták a második világháborúra is. Na, szóval kint vagyunk valahol a Rákos hegy után. Valamilyen rákos, de gyakorlatilag nagy büdös puszta, tehát semmi. Miközben Budapesten belül vagyunk, és valahol ott, arra felé már most állunk, arra felé van a Merzse mocsár. Szóval azért Bugacnál ilyen terepen a trekking már feladta. Ez meg csak megy. Na, ehhez a kanyarhoz visszasétáltam, mert na ez azért nem akármi volt. Basszus, jó mély homok, derékszögű kanyar, traktor fölhabosította, szóval van minden. Akkor ez itt a Merzse mocsár. Ilyen ürhelyen, táblákkal, lószárral. Tulajdonképpen itt van a mocsárban a szabad vízfelület. Pontosan itt szokott lenni, hát most éppen annyira nincs. És itt, ezen a szabad vízfelületen szoktak töcskölni, élménykedni, ugrálni a különböző vízimadarak. Jó, persze, nem szóltam menni a közepére. Ott néha homok, ebbe még elmegy. Feri egy irányító torony. És bassza meg, be van szántva a földút. Hát, kösz srácok, kösz. Hát valahol ott van a repülőgép. Ott meg ugye az irányító torony.
Itt meg a beszántott földút. Bassza meg. Mehetek vissza azon a homokos emelkedőn. Hát ez az végre durva volt. Jaj. Na jó. Hát. Kaland az élet. Az meg, ott leselkedik a bokrok mögött. Erről sem sokan mondanak meg, hogy Budapesten van, mert hirtelen városhatáron belül. First you stay, but then you go. What do you want from me?